Bringás reggelit és uzsonnát osztottak 60-ban. Kossuth Lajosról emlékeztek meg a diákok. 5 fővel vett részt a VB-n a TKD Spirit Egyesület. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 televízió híradóját látják. Barna Boglárka vagyok, jönnek a részletek. Péksüteménnyel és gyümölcslével lepték meg a kerékpárral közlekedőket Ó-60-ban a Kossuth téren, Új-60-ban pedig a templomnál. A bringás reggeli évek óta nagyon népszerű a városban, idén pedig egy újítást is bevezettek, bringás uzsonnát is osztottak délután a kerékpárosoknak. A mozgást, a környezettudatos közlekedést és az egészséges életmódot népszerűsítő program az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódik. Már kora reggel érkeztek az érdeklődők a bringás reggeli kerékpáros eseményre. A két keréken utazókat meglepetés várta az Ó-60-i Kossuth téren és az Új-60-i templomnál. A szervezők péksüteménnyel és gyümölcslével kínálták azokat, akik az alternatív közlekedésnek ezt a fajtáját választották. A legtöbben nem csak alkalomattán porolják le a biciklit, hanem a mindennapos városi közlekedéshez is azt használják. Azt mondom, hogy egy kicsit az embernek kell sportolni, és ha nincs idő, ilyenre a kerékpár az nagyon jó. Igaz, hogy esik az eső, vagy hogyha fúj a szél, de úgy van az ember, hogy ha van esőkabát, akkor az mindent megold. Meg egy kicsit, hogy mondjam, ki is viszi az embernek a fejéből azt az egész napi sok stresszet. Úgyhogy én ajánlom sportként is, egy kicsit kikapcsolódásként is, meg hobbiként is. Úgyhogy nagyon jó. Csak jó kerékpár legyen. Az a fontos, meg legyen hozzá erőnk hajtani. 60-ban sokan járnak dolgozni és iskolába elektromos rollerrel vagy biciklivel. Például az általános iskolás Szűcs Ahillesz Donát is, aki nagyon örült a reggelinek. Azt mondta, azért szeret biciklizni, mert így rendszeresen mozog, és hozzájárul a környezetvédelméhez. Szerintem mérgezzük a természetet, és hogy hívják, és hogy ilyen kicsit sportos. A bringás reggeli most is kapcsolódott az Európai Mobilitási Héthez. A célja pedig a környezettudatos közlekedés és az egészséges életmód népszerűsítése. A városban már most is minden feltétel adott a biztonságos kerékpározáshoz, és a lehetőségek folyamatosan bővülnek, mondta Horváth Richárd polgármester. Hozzátette, az elmúlt években több bicikliutat hoztak létre, ezeket a fejlesztéseket pedig szeretnék folytatni, hiszen ez egy korszerű közlekedési mód. Hangsúlyozta, 60 2015-ben már elnyerte a Biciklis Barát Település címet. Ez arról szól, hogy aki teheti, az tegye le az autót. Ennek többféle hatása van, és nyilvánvalóan nagyon nehéz ezt megtenni a mindennapokban, de ha valaki megteszi, akkor tesz valamit a környezetért, és hogyha átül egy biciklire, akkor egy kicsit az egészségért is tesz. És most inkább arra szeretnénk koncentrálni, hogy azokat az alternatív közlekedési módokat is egy kicsit megkeressük és megmutassuk, amelyek alkalmanként alkalmasak arra, hogy kiváltsák a gépjárműveket. A bringás reggeli mellett idén először délután a bicikliseknek uzsonnát is osztottak, így a munkából vagy iskolából hazafelé tekerőket szintén megajándékozták. Ők is péksüteményt és gyümölcslevet is kaptak. A Kossuth Lajos általános iskolában névadójukról emlékeztek meg a tanulók, ugyanis 1802-ben ezen a napon született a magyar államférfi. Az eseményen a diákok ünnepi műsor után megkoszorúzták az intézmény előtt álló Kossuth Lajos szobrot. Kossuth Lajos azt üzente. Megemlékező ünnepséget tartottak a 60-i Kossuth Lajos általános iskolában névadójuk születésnapjának évfordulója alkalmából. Az eseményen az 5. A-osztályos tanulók adtak műsort, ahol énekeltek, szavaltak, és felelevenítették a magyar államférfi életének főbb szakaszait is. Pontosnak tartjuk, hogy ezt minden évben erre megemlékezzünk. A mindig érkező első osztályosok is megtudják, hogy tulajdonképpen mitől Kossuth iskola. Tehát kell egy kicsit őket is hangolni erre, és tudniuk kell, hogy ki is volt Kossuth Lajos. Polonkai Zoltánné igazgató azt is hozzátette, az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak Kossuth Lajos emlékének ápolására.
Az ünnepi előadás után az iskola tanulói megkoszorúzták az intézmény előtt álló szobrot. Balázs Ervin aranyérmet szerzett az ITF tékvandó világbajnokságon egyéni férfi erőtörésben. A sportoló bronzérmet is nyert edzőjével, Szász Péterrel és négy másik társával férfi csapat erőtörésben. A Finnországban megrendezett eseményen öt fő képviselte 60-t a TKD Spirit Egyesületből. Balázs Ervin aranyérmet szerzett egyéni férfi erőtörésben a Finnországban szeptember 4-e és 10-e között megrendezett ITF tékvandó világbajnokságon. Csapatban pedig ő és edzője Szász Péter képviselte Magyarországot, akik bronzérmet nyertek a versenyszámban. Ebből az alkalomból ünnepséget szervezett a TKD Spirit Egyesület edzőtermükben. Balázs Ervin 2018 óta aktívan edz. Ez alatt az idő alatt több eredményt ért el. Négyszeres magyar bajnok, négyszeres nemzetközi bajnok, Európa bajnokságon pedig harmadik helyezést szerzett. A sportoló elmondta, a tékvandó alapja a tisztelet, alázat és kitartás. Nagyon sokat gyakoroltam, nagyon sokat erősítettem, és keresztény ember vagyok, ezért nagyon fontosnak tartom az imádkozást, és az, hogy lelkileg is ott legyek nagyon toppon, nem csak fizikailag. Fontos az, hogyha mentálisan és lelkileg nem kiegyensúlyozott vagyok, akkor mivel egy lehetőség van, akkor elszúrom az egészet. És fontosnak tartom, hogy a fizikai és a fizikai erőnlét mellett kell az, hogy lelkileg és mentálisan is erősödjek, és itt sikerült megnyerni a világbajnokságot. Szász Péter, a TKD Spirit Egyesület vezetője elmondta, az egyéni férfi erőtörő versenyszámban 40 sportoló indult. Balázs Ervin az első körben maximális pontszámot ért el. Svéd ellenfele széttörésnél az első oldalsó rúgásnál még tartotta a tempót. A második törésnél a négy műanyaglapot azonban már nem tudta ököllel eltörni, így a magyar sportoló lett a világbajnok. Nagyon érdekes, hogy akit az Ervin odaként a világbajnokságon legyőzött két nagy vetélytársa, a finn versenyző, ő is már háromszor volt világbajnok, és volt egy új-zélandi versenyző, aki ugyancsak háromszoros világbajnok volt. Ők picit hibáztak, és az ötből csak négy sikeres törésük volt. Szerencsére Ervin az ötből ötöt el tudta törni, és utána a széttörésnél vagy a döntőben újra ő bizonyult a legjobbnak, hihetetlen teljesítmény nyújtott. Legutóbb 32 éve, 1991-ben az angliai világbajnokságon szerzett magyar sportoló aranyérmet ebben a versenyszámban, akkor Vajki László állt a dobogó tetejére. Ő is eljött az eseményre, ahol a 60-i eredményeket ünnepelték. Az egykori világbajnok elmondta, a szőnyeg széléről izgulta végig Balázs Ervin megmérettetését. Mondjuk azt, hogy annyira nem volt meglepetés, mert Ervin nagyon erős, és ahogy amikor kiugrott 2-3 évvel ezelőtt, beugrott a köztudatba, úgymond, akkor mindenki először kétkedve, de aztán a teljesítmény alapján viszont látszott, hogy nagyon erős. A világbajnokságon öt fő képviselte 60-t, gyerekkategóriában Kukucska József, ifjúsági kategóriában Fábián Eszter és Bőze Balázs, felnőtt kategóriában pedig Balázs Ervin és Szász Péter indult a versenyen. 1-2-3! Szeptember 23-án városfelfedező játékra várják az érdeklődőket a Turinform 60 iroda munkatársai. A résztvevők körülbelül 3 órás séta során megismerkedhetnek 60 város nevezetességeivel, valamint történelmével. A túra során pedig egy híres ember nevét kell majd megfejteni. Jelentkezni előzetes regisztráció alapján lehet a 60-i Turinform irodában, vagy a 37 740 774-es telefonszámon.
Szeptember 22-én 17 órától az Ady Endre könyvtárban egy különleges történet részese lehet, aki részt vesz Hatvani Helga Viharos idők című könyvének bemutatóján. A legendás Hatvani család utolsó Magyarországon nevelkedett, de már évtizedek óta Amerikában élő leszármazottja nem egyszerűen csak hazalátogat, hanem 60-ba érkezve megtekinti ősei felújított hajdani kastélyát, és memoárja kapcsán beszél majd családja történetéről is. Szerdán reggelre többfelé pára és köd képződhet. Az időnként megjelenő felhőkből keleten átmenetileg zápor is kialakulhat. Délutára 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén napos időre van kilátás, elszórtan várható zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A déli szél élénk, erős lesz, napközben 26 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink, most a mesepercekben az Ezüst Hegedű című mesét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően a kommentárban a hamarosan nyíló Ripőrónai kiállításról lesz szó, a Hatvanikumban pedig az RNR autós motoros iskolát ismerhetik meg jobban. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a hatvanihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!